A Kéti óvodában ezzel és ehhez hasonló dalokkal készülnek a farsangra. A gyerekek már jó ideje visszaszámolják a napokat az állarcos mulatságig. Már hetekkel ezelőtt tervezgetik, hogy mik is lesznek, mit szeretnének lenni, fölveszik a jelmezt, én ezt, én az, egymást átlicitálják, és mi próbálunk nekik felejtetetlen napot készíteni, előszervezni. Az úgy fog zajlani, hogy fölveszik reggel a jelmezt, és lesz meglepetés, ami zsákba macska, aztán vannak táncunk, kis mondókánk, játékokkal készülünk, amik kipróbáltuk, de nem nagyon, tehát elmondtuk, hogy farsangon fogjuk játszani. És számoljuk vissza a napokat minden nap, hogy hány van még, hányat kell aludni, és nagy izgalommal várjuk. Lesznek olyan meglepetések, amit a Gyermekmosoly Alapítványtól kaptunk, kis rákcsik, gyümölcslevek, sőt, ők nem is tudják, de meglepetésként egyik nagymama fánkot fog nekik sütni. A szobortáncot kifejezetten kedvelik a kis óvodások. A táncok, versek, mondókák tanulása folyamatos a várva várt mulatságig, ahol sok élmény vár majd a gyerekekre. Táncolunk, gyakoroljuk a kis táncolást, kis játékok, érdekes játékok, ilyen párválasztós, székfoglaló lesz, de úgy lesz a székfoglaló, hogy mindenki a helyére, ebédes helyére ül le, aztán galacsinfújó lesz pohárba, aztán bohóc szájába célba dobás, sőt, ami megint nagyon érdekes lesz, bohóc fejeket kell találni a csoportszobába, amit elrejtünk. Kis bohóc fejet készítettünk, amit különböző írás előkészítő vonalakkal kellett kidíszíteni. Ma éppen szemüveget készítettek. A nagyobbak már kivágják, a kisebbeknek mi vágtuk, befestik, és rá fognak ragasztani díszeket, fényeset, vagy ki milyen színt szeretne. A Kéti óvodában egy körülbelül kéthetes időszak az, amikor a farsangi szokások és versek töltik meg az óvisok mindennapjait. Hétfőn fogjuk tartani a farsangunkat, és utána mindig szoktunk kiszebábot készíteni a gyerekekkel, és utána kiszebáb égetés lesz az udvaron, zeneszerszámokkal, mondókákkal, énekekkel, és azt várjuk, hogy elűzzük a telet. A jelmezek tekintetében is változatos lesz, lesznek a szokásos hercegnő, királylány, de ugyanakkor a fiúk kalóz, ninja, de persze megjelenik az Elsa a kislányoknál, a fiúknál a Batman. Farsangnapján pillárom, megtaláltam a párom. Na még egyszer! Farsangnapján pillárom, megtalálom a párom. Az óvónénik sem húzzák ki magukat a mulatság alól, tengerész jelmezben várják majd a gyerekeket a farsangi ünnepség alkalmával, ameddig még aludni kell egy párat.